Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztusunktól. Amen. Szeretett drága testvérek, helyünket elfoglalva kezdjük énekléssel Isten tiszteletünket, és a 390. dicséretünket énekeljük el az első két versével. 390. dicséretünk első kettő versét énekeljük, amiből az első vers így kezdődik. Erős vár a mi Istenünk. Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsunk fejet és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy elérkezhettünk ide a te szent hajlékodba. Köszönjük, hogy igét készítettél nekünk a mai napra, és hisszük azt, hogy lelki feltöltődéssel térhetünk majd haza otthonainkba, felkészülve az őszi szünet pihenésére. Köszönjük neked, hogy ezen a mai napon még feltöltesz. Köszönjük neked, hogy hirdeted a te igédet, a te öröm üzenetedet. Arra kérünk, hogy a mi lelkünket nyitogasd. Add, hogy szent lelkednek segítségével mindazt, amit hallunk, azt tovább tudjuk majd vinni saját magunkkal. Így áld meg ezt a neked szentelt úrát, szent fiadért, ami Urunkért,
Jézus Krisztusunkért. Amen. Drága testvérek, Isten igéjét olvasom, és az ő lelkének segítségül hívásával és várásával közöttetek magyarázom. Az ige írva található Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében, annak az első részében, annak is a 16. versében. Az ige így hangzik, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Kedves testvérek! Minden korszaknak megvannak a maga sajátosságai, azok a dolgok, amikre az emberek igyekeznek felhívni a figyelmet, az emberek számtalan dolgot találnak már ki azért, hogy magukra irányítsák a másik ember figyelmét. Amikor ki akarunk tömegből tűnni, akkor változatos dolgokat találunk mi ki, hogy hogyan tudnánk minél feltűnőbbek lenni, hogy az emberek ránk figyeljenek. Ilyenkor lehet, hogy felveszünk egy olyan ruhát, ami nem a szokványos, nem a hétköznapi, nem megszokott. Illetve olyan is van, amikor az ember mindenféle hajkreálmányokat csinál magának, hogy a szülei sem ismernek rá, még a tanárok. Ha ma szeretnénk átadni valami értéket, akkor ma is megvan annak az eszköze, hogy a hétköznapi ember figyelmét azt felhívjuk valamire. Talán látottok ti is hasonlót, egyszer legalább szerintem mindenki belebotlott már ebbe, interneten keresztül szerintem sok-sok mindenki találkozott már ezzel a fogalommal, amit úgy hívunk, hogy flashmob. Láttatok-e már ilyet? Tudjátok egyáltalán, hogy mi ez? A flashmobnak az a lényege, hogy van egy teljesen hétköznapi szituáció, emberek jönnek és mennek egy olyan helyen, ahol semmi érdekesség nem történik, és egyszer csak valaki ebből a tömegből kiáll, és elkezd valamit énekelni, vagy valamit táncolni. És egy bizonyos ponton elérkezünk oda, hogy minthogyha teljesen spontán jönnének más emberek emellé, az első személy mellé, és ők is elkezdenek beállni. Persze tudjuk, hogy ez egy előre megkoreografált dolog, de mégis mennyire különlegesen néz az ki, amikor egyszer csak a semmiből lesz valami, ami értéket közvetít. Mert mi a lényege ennek az egésznek? Akik oda mernek állni, akik kimernek állni a többiek elé, azok azért mennek oda, azért teszik azt, azért énekelnek, azért táncolnak, vagy mondanak verset, vagy bármit. Mert ők saját magukban ezt a dolgot értéknek tekintik. És szeretnék átadni, hogy ne csak ők ismerjék, hanem más ember is ismerje meg azt, ami számára fontos. Akik ennek külső szemlélői, mi, akik véletlenül belekeverednénk egy ilyenbe, hogy nem úgy vagyunk-e ezzel, de amikor a videón látjuk, akkor is úgy mennyire mondjuk, hogy fú, de jó lett volna ott lenni. Mert akkor mi is beszálltunk volna. Az embernek megjön a kedve, akkor, amikor sokan csinálják ugyanazt körülötte, akkor mennyire szinte elemi érzésből jön az embernek az, hogy én is oda akarok menni, és én is akarok táncolni, vagy énekelni. Olyan ez szépen lassan, mint egy életre kelt High School Musical. Amikor jön egy valaki, elkezd énekelve táncolni, és ott fantasztikus módon mindenki tudja a lépéseket, tudja az énekszöveget, tud mindent. És jön mindenki, és egyszerre táncol és énekel az egész gimnázium.
mennyire jó ez, mikor az ember így magával ragadja ez az érzés. Na testvérek, akkor, amikor megnézzük Pál apostolnak a római levelét, konkrétan ezt a 16. verset az első fejezetből, akkor azt mondja, hogy ő meg az evangéliumot nem szégyeli. Ő neki ez az érték. Ő ezt szeretné továbbadni. Ő ebbe szeretné belevonni a többieket. Ő azt mondja, hogy ő nem szeretné magának megtartani. Isten hiszi, nem azért hívta el, hogy ő valahol elvonulva, kivonulva a világból remeteként élve, úgy megtartsa magának azt az örömhírt, azt az éltető erőt, amit Krisztus adott neki, amikor megjelent ott a damaszkuszi úton. Jézus nem azért van az életébe, nem azért lépett be az életébe, hogy Pálnak az egyszemélyes megváltója legyen, és Pál úgy szépen visszahúzódjon. Nem! Pál akkor, amikor ezt az egész csodát megérzi, akkor olyan ő, mint amikor keresztelő János azt mondja magáról, hogy olyan ő, mint kiáltó hang a pusztában, kimegyek és mondom. És tudjátok, akkor, amikor megy Pál, és ott van a gyülekezetekben, akkor valahogy körülötte is szinte így izzik a levegő, hogy jönnek az emberek, akik hallgatják, és így odafordulnak hozzá, és azt mondják neki több alkalommal, ez érdekes, amit mondtál. Meghallgatunk máskor is, beszélj még erről! Mert érezzük, hogy ez valami egészen más, mint amit eddig hallottunk. Pálnak ez az érték. Szeretné belekiabálni a levegőbe, hogy Jézus a megváltó. Mert számára ez egy fantasztikus érték. Olyanok a Pál körül levő emberek, mint ezek a flashmob énekesek, vagy táncosok, előbb-utóbb átveszik ezt a ritmust. Átveszik ezt az üzenetet, és utána majd ők lesznek egy másik helyen ennek az egész koreográfiának a vezérei. Mert mi az evangélium? Hát most, aki régebb óta tanul hittant, az rögtön rávághatná, hogy örömhír. Az. Igen. Jézusnak az élete nem is lehetne más, mint örömhír. Az, hogy Jézus áldozatának köszönhetően mi újra helyet kapunk az Édenben, az Isten országában, az új Jeruzsálemben, ez igenis örömhír. De nagyon érdekes, hogy azért Pál még hozzátesz valamit. Mert ebben az igében nem csak azt mondja el, hogy az örömhír az, amit jelent az evangélium, hanem egészen mást is, mégpedig erő. Isten ereje, aki az evangélium, az örömhír birtokában van, azt az Isten karja öleli át. Bekerül az ember egy olyan hihetetlenül jó közegbe, amiből nem nagyon akarna szabadulni. Nézek a fiatalabbakra, de nem csak rájuk. Szerintem az idősebbek között is vannak olyanok, akik amikor kollégiumból, vagy a szimplán az iskolából hazamenve, de lehet, hogy még az idősebbek között is vannak olyanok, sőt tudom, hogy vannak olyanok, hazamennek, szívesen bújnak oda apa vagy anya ölébe. Ugye milyen jó? Tudom, hogy az idősek is így vannak vele. Hazamegyek, és egész egyszerűen nekem kell az, hogy én valakihez, akit szeretek, ahhoz odabújjak. Nem kell ahhoz különösebben magyaráznom, hogy miért. Csak
mert az nekem jó. Na ilyen az, amikor az ember megérzi az Isten szeretetének a közelségét, meg az erejét, és olyan ez, amikor az Istennek az erejét megérzi az ember, mint amikor az apa vagy az anya ölelő karja átöleli, megszorítja, magához húzza a gyereket. És ebből én nem akarok szabadulni, mert ez nekem jó. És azt szeretném, hogy nagyon-nagyon sokáig azzal, akit én szeretek, azzal vele legyek, és ne csináljon már, csak öleljen. Isten ereje az evangélium így, minden hívőnek üdvösségére. Azért, hogy lássuk, hogy érezzük az Isten szeretetét és kegyelmét. És ez a kapcsolat nem szégyelni való. Sőt, ki szégyeli azt, hogyha induljunk el onnan, most a nagyobbakra nézek, nem a kicsikre. Ha szerelmesek vagyunk, szégyeljük a másikat? Nem. Oda bújunk, megfogjuk a kezét, visszük. Büszkén vállalom az oldalamon azt, akit én szeretek. A gyermek az anyukájának vagy az apukájának a kezét is megfogja. Őt is szereti, nem úgy, de szereti, és megy mellette. Nem szégyelli, mert ez számára büszkeség. Testvérek, a reformáció, az újraformálás, ennek is tulajdonképpen mindig ez a lényege, valahogy visszatérni ide, az atya ölelő karjába, nem szégyelve az evangéliumot, nem szégyelve az Istennel való kapcsolatot, mert valahogy az Istenhez való visszatérésünk is egyfajta reformáció. Újra és újra visszatérni az atya ölelő karjába. Mindig vissza kell térnem a kiinduló ponthoz, az origóhoz, Istenhez, mert ő képes engem megjobbítani. A reformátoroknak ez volt a célja, amikor elindították a 16. század elején a reformáció áldott művét. Ez volt a célja Luthernek, Calvinnak, Zwinglinek, de hogyha visszamegyünk egy századdal korábbra, akkor ez volt a célja Husznak, ez volt a célja Wycliffe-nek, és még sorolhatnánk rengeteg olyan nevet, akik az előreformáció művében vettek részt. De ez volt, és egy picit bele megyek abba is, amiről ma megemlékezünk szintén, az 56-os fiataloknak tulajdonképpen az eszménye megjobbítani, visszaformálni azzá a jóvá, amit ők talán már egyszer megéltek, de lehet, hogy voltak olyan fiatalok, akik még na sem tudták, hogy mi az az igazi szabadság. Semper reformanda, így mondta a középkori egyháznak az embere. Az egyháznak folyamatos megújulása van szüksége, és én úgy gondolom, hogy nem csak az egyháznak, hanem nekünk is. Mi is így vagyunk. Az emberi kapcsolatunkkal így vagyunk, az Istennel való kapcsolatunkkal. Ne szégyeljétek az evangéliumot. Engedjétek, hogy Isten újra és újra megváltoztasson benneteket. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma minden hívőnek üdvösségére, az enyémre, a tiétekre is. Így kívánok nektek áldott emlékezést és áldott ünnepet. Amen. Helyünkön fönnállva mondjuk el a mi Urunktól, Jézus Krisztusunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig foglaljátok el helyeteket, és fogadjátok nagy szeretettel
azt a műsort, amivel kedveskednek nekünk a mai délelőttön a 10. A és 11. B osztályoknak tagjai, felkészítő tanárú Gyarmati Ágnes tanárnő, köszönjük előre is az ő munkáját, valamint szolgál közöttünk az ifjúsági, valamint a felnőtt kórus, az ő felkészítőjük Marci Ernő kántor karnagy. Valami láthatatlan áramlás szívünket befutja. Akadozva száll még az ének, de már milyen kapesti utca. Nincs más teendő. Ez maradt. Csak ez maradt már menedékül. Valami szálló ragyogás kél, valami szent lobogás készül. Zászlóink föl, ujjongva csapnak, kiborulnak a széles útra, sejem színei kidagadnak. Ismét miénk a Pesti utca. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére ez. Piros a vér a Pesti utcán, belügyminiszter, kit lövetsz? Kire lövettek összebújva ti, megbukott miniszterek? Sem az AVH, sem a tankok titeket meg nem mentenek. S a nép nevében, aki fegyvert vertél szívünkre, merre futsz? Véres volt a kezed már régen, Gerő Ernő. Csak ölni tudsz. Piros a vér a Pesti utcán. Eső esik és elveri. Mossa a vért, de megmaradnak a Pesti utca kövein. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére folyt. A háromszín lobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót. A háromszín lobogók mellé tegyetek három esküvést. Sírásból egynek tiszta könnyet, a zsarnokság gyűlöletét, a fogadalmat, te kicsi ország, el ne felejtse, aki él, hogy úgy született a szabadság, hogy a Pesti utcán folyt a vér. Mindössze 20 nap, de a magyar történelem talán legkiemelkedőbb 20 napja zajlott 1956-ban Magyarországon. Egy aprócska, de elszánt nemzet felemelte fejét, és nemet mondott az elnyomásra, a diktatúrára, és szembeszállt a világ akkori legnagyobb birodalmával. Az embereknek elege volt az AVH korlátlan hatalmából, a diktatórikus kormányzásból, a koncepciós perekből, az esztelen és logikátlan gazdaságirányításból. 1956. október 16-án Szegeden párttól független ifjúsági szervezet alakult, a MEFESZ, Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége. Alig egy héttel később pedig, október 22-én a Budapesti Műegyetemen 16 pontos követelés készült. A szovjet hadsereg kivonulása, Nagy Imre kormányfői kinevezése, többpárti szabad választások megtartása, szabadságjogok biztosítása, a magyar nemzeti szimbólumok szabad használata, Rákosi bíróság elé rendelése és a bérek rendezése voltak a legfontosabbak. A zászlókból kivágták a Rákosi címet, lyukasz zászlóval vonultak a tüntetők. A forradalom másik emblematikus megmozdulása volt a Városligeti,
1951-ben épült 8 méteres Sztálin szobor ledöntése. A szovjetek melletti politikai elkötelezettséget és Sztálin dicsőítését jelképező monumentális alkotás a magyarság szemében az elnyomás szimbóluma volt. Ne csinálj magadnak faragott képet! Mi nem csináltunk, de csináltak mások. Ám jöttek az ifjú óriások. Hiába volt a ferde balság, jött a robusztus fiatalság. Jött úgy, mint kegyetlen, bosszús, vadförgeteg. És az érckolosszus a porba dőlt, mely évekig gránit kockákon állván döjfösködött. Ledőlt a nagy sztálini bálvány. Üdv a bálvány ledöntőinek, üdv, dicséret és hálaének te neked, magyar fiatalság, ki voltál most a bátrak bátra. De egy nagy végzés van még hátra. Tűnjenek el a bálványromok, és hogy megbocsátassék a régi vétek, ti, kik a bálványt döntöttétek, építsetek. És építsétek fel szívetekben is a templomot. A nap végén az első lövések is eldődülnek Budapesten. Erről így emlékezik meg Örkény István. október 23. este 11-kor indultunk a rádió elfoglalására. Még akkor nem voltak fegyvereink, még akkor igazi dühünk sem volt. Olyanok voltunk, mint a fiatal kígyó, melynek még nem nőtt méregfoga. Menjünk tovább előre, ne hallgassunk erőre. Mentünk is előre. Az első halott, egy alezredes teste ott feküdt a Puskin utca kövein. Mint a vasat a vas, úgy vonzotta ez a nem élő test a sok tízezernyi élőt. Mentünk, mentünk, még el nem dördültek az első sortüzek. Egy ismeretlen, aki majdnem fölögött a rohanásban, így szólt. Pardon, bocsánat. A tetőkről géppuskák néztek le ránk, a mi kezünkben semmi, a zsebünkben töltőtól, notesz, benne egy leányképe fürdőruhában. Fegyvert kéne szerezni, mondta egy leleményes ember. Hazám, bólogattunk,
de nem is tudtuk, hogy ilyen esetben mi a teendő. Csüggetten álltunk. Azt hittük, vége. Mehetünk haza, továbbá vonni a szabadságról. És egyszerre, épp éjfélkor, feldübörgött a föld. Az égő benzin vörös fényében felvonultak az Astoria felől a magyar páncélosok. Befordultak a Sándor utcába, nekiszögezték Pózna formájú lövegeit a rádiónak. Aztán eldördült az első lövés. A rádiónál folyó eseményekkel egy időben Hruscsov utasítást adott arra, hogy Nagy Imrét nevezzék ki miniszterelnöknek, de a Budapest környéki harckocsikat is a város berendelte. 24-én a magyar felkelők szembeszálltak a tankokkal, fegyverekkel, molotov koktéllal. A harcok központja a Szénatér, Korvin köz, Mester utca, Tűzoltó utca. Itt harcoltak rendületlenül a pesti srácok. Te napköziben nevelkedett apró kamasz. Te, akinek élete mindössze vagy 15 sivár tavasz. Te, akiben már az ABC-vel tanítik az ideológiát, a szovjet tankok vagy tüzében zengted a szabadság talát. Tankok acélzáporában nem remeg egy gyenge kezed. Bátran markoltad meg a géppisztolyt, és szóltad rájuk a tüzet. Kicsin szíved, tán összerezzen, de lábad bátran zaladt, kezedből nyugodt, biztos így berepült a benzines palack. Csak az őszi ködbe burkolózó fák, idegen katonák zaja nálunk az ávós fekete autón járt. Pedig vártuk, hogy új tavasz ébred, és eljön a hosszú forró nyár. De csak jéghideg tél jött, és itt maradt 33 éven át. Közben senki sem beszélt róla, nem volt szabad, csak az emlékét őrizték azok a pesti tűzfalak. De most itt vagyunk, emlékezünk, magyarok voltunk, magyarok leszünk, amíg szól a nap. A Korvin közben velős srácokért, és a kapu aljakban névtelenül harcoló bátrakért, és az ezrekért, kikre börtön várt és súlyos büntetés, mégis szembenéztek a tankokkal, hisz létünk volt a tét. Azokon szórták ránk az átkot, közben éltették a pártot, minden a jelten sírokra, sose virettünk világot. De most itt vagyunk, emlékezünk, magyarok voltunk, magyarok leszünk, amíg szól a dal, 56 év.
25-én a fegyvertelen, békés tüntetők a parlament elé vonultak, ahol az AVH emberei a környező házak tetőiről tüzet nyitottak rájuk. 26-án a szabadságharcosok elfoglalták a Kilián laktanyát. Annak visszafoglalása Maléter Pál feladata lett volna, de váratlanul átállt a felkelőkhöz. Amikor a Kilián laktanyához értünk, a tömeg megállt, és valaki az élen elkezdte ilyenezni. Maléter ezredes, a Kilián hős védője. Malétert a kormányba. Előkerült a hős tiszt is, és várra emelték. Maléter szabadkozott. Nem hinném, hogy a tüntetők között sokan lettek volna, akik Maléter nevét valaha is hallották, vagy akár ismerték volna a Kilián szerepét a forradalomban, de akkor nagyon jól és meggyőzően hangzott. Annyi biztos, hogy Maléter csillaga, mint üstökös ívelt a magasba. Az 1956. október 28 és november 3 közti 7 nap a forradalom győzelmi időszaka volt. Utóbb kiderült, hogy ez taktikai lépés volt a Szovjetunió vezetőitől. Csupán időhúzás. November 4-én, hajnali 4 órakor megindultak a szovjet tankok a szabadságharc leverésére. Nem sokkal fél hat előtt Nagy Imre rádióbeszédre kényszerült. Reménytelen harc Pesten november 4 és 11 között folyt. Utoljára Csepel, Újpest esett el, vidéken pedig Dorog, Tatabánya, Pécs tartott ki legtovább. Ám november 11-ére mindenütt vége lett a harcnak. Nagy Imrét és körét letartóztatták, majd kivégezték. A párt első embere, országunk vezetője pedig Kádár János lett. Nem halogatta a megtorlást. A kibaszás és szabadság.
A harcokban összesen 3300 felkelő halt meg, a megtorlás során pedig 229 embert végeztek ki, és további 20 000 forradalmát börtönöztek be. Jelentősnek tekintető az internáltak száma, hisz összesen 13 000 gyanúsított kapta ezt a sorsot. A harcok és megtorlás elől 170 000 ember menekült külföldre. A december elejére időzített rendcsinálás során történő tömegbelövésekkel Salgótarjánban, Miskolcon, Egerben további 100 halálos áldozat is gyarapította a veszteségek listáját. Mindent egybevéve az 1956-os forradalom és szabadságharc erőszakos leverése 3629 magyar élet kioltását, 200 000 ember életének gyökeres megváltozását és egy egész nemzet önálló akaratának elfojtását hozta. A levert forradalomról évekig még beszélni sem lehetett, évfordulóján kiárási tilalom volt. Ellenforradalomnak és sajnálatos eseménynek nevezték. Változás az értékelésben csak a rendszerváltás körüli években történt. Hőseinkre azóta emlékezhetünk szabadon, a megtorlás félelme nélkül. Nem érti ezt az a sok ember. Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt, és kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökségben kapták, ilyen nagy dolog a szabadság. Hálás szívvel köszönöm meg a 10. ásoknak, a 11. béseknek, felkészítő tanáruknak, Gyarmati Ágnes tanárnőnek a munkáját, illetve a ma reggel szintén szolgálóknak, a felnőtt kórusnak, a
gyermekkórusnak a szolgálatát, ifjúsági kórussal kiegészülve, és természetesen Marci Ernő kántor karnagyunknak a munkáját. Isten áldása legyen az ő további életükön, munkájukon, tanulmányaikon. Áldásvétel előtt most záró énekként nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. És szeretném, mielőtt belekezdünk, elmondani, hogy 10 órára nagy szeretettel várjuk vissza ide a templomba a középiskolát, illetve az általános iskolának a felső tagozatát, ahol is majd Nagy György Máté Szalkai lelkipásztort hallgathatjuk meg, illetve a vele érkező fiatalokat. Énekeljük tehát nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Ezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Áldás, békesség, szép napot mindenkinek!